Sziasztok, Horváth Péter vagyok, és elérkeztük a legújabb videóhoz. Sokszor mondtam, hogy egy videómban lesz egy vendég, és meg is jött. Hát mondjuk úgy, hogy nem ma, hanem már szombaton úgy 2-kor. Bemutatom nektek a vendéget. Igen, ő itt vagán. Az első kutyánk. Még 0 éves, én is úgyhogy még hát meg kell barátkozni. Hát nem volt külön éjszakám vele, mert 6-kor felkeltett. Igen, oda felment. Nagyon nehéz volt vele az első éjszaka. Mindig csak üszített, így, úgy. De mond nagyon aranos. Még nincs is kora sem. Se tudni, mikor született, melyik évben, melyik hónapban. Négy van. Olyan, mint a medve. Az ő lett volna a vendég, úgyhogy nem egy youtubert hoztam nektek. Sokszor kérdeztétek, hogy ki lehet ez a vendég? Hát itt van a vendég. Hosszú kocsikázás után megjött, és igen, az a neve, hogy Vagán. Adtam rá ma egy napszöveget is. Olyan meleg volt, hogy csak le. Nem, mert sok mindent még nem tud, például ott hozza vissza a laftit, meg úgy így, meg úgy. Meg így a... hogy is mondjam, az ébren maradásban sem a legjobb. Mert jelenleg... hát 4:12, és én akkor már aludnia kéne, nem pedig így úgy. Igaz, délután pihent meg ilyesmi, de hát 2 órát szerintem még nem érte. Jó, ne az órámaknak. Jó, nagyon barátságos. Jó, most éppen este van, úgyhogy érthető. Nem mondanom tudni. Na, végre lehet pihenni. Úgyhogy, ja, szóval lehet, hogy mi lesz a pankutya 2. Jó, nem akkor a más videóját, meg csatornáját ellopni, de hasonlít fel a pankutyá a pampra. Ja. Csak neki az lett a neve, hogy Vagán. Meg aztán sokszor gondoltuk is, hogy mi legyen más beceneve, hogy Loki, vagy mit tudom én. De azt végül is, hogy tesszom találta ki, csak mondtam, jó, hát legyen Loki tortásaira. Úgyhogy ja. Na jó, enni is lett volna ez a rövid időre, tényleg kimerült vagyok, fáradt, most jöttem az a sugármozból megnézni a Jurassic World 2-t, majd arról is hamarosan lesz kritika. Úgyhogy ja, ha tetszett mindenképpen ez a videó, és megtudtátok ki a vendég, akkor lájkoljátok, és majd jövetkozzatok fel a csatornámra. Én Horváth Péter voltam, ő meg Vagán. Na sziasztok!